Szép jó estét mindenkinek! Köszönöm Tamás nagyszerű bevezetőjét. És én a kiégésen gondolkodtam, hogy hogy lehet az, hogy nagyon-nagyon sok szerzetesnő, néha világiak is, egy kolostorban élnek, egy templomban gyakorolnak, és eltelik 5 év, 7 év, 10 év, és kiégnek, és akkor valami mást kell csinálni, vagy esetleg máshol. És az igazi kérdés az, hogy mi az, ami benned kiég. Van egy nagyon világos terhelésmutató az emberben, és amikor ez elér olyan határokat, hogy az ismert biztonsági zónát elhagynád, akkor van egy jelzés, hogy ez így nem jó. Tehát van egy sárga zóna, amikor még másokért, valami rajtad kívüleső célért még tudsz küzdeni, bár már elhagytad azt a területet, amikor tudod, hogy mire vagy képes. De még teljesítesz, még működsz. És utána áthajlik a sárga-pirosba, és egyszer csak jön a jelzés, hogy ezt nem bírom tovább. Akármilyen jó az ügy, ezt nem bírom tovább. Miért? Mert egyszerűen sok. Még a jóból is megárt a sok, és ekkor az ember, hogyha belemegy a pirosba, akkor egy ideig még a semmén, a tartalék üzemanyagnak a helyén, abból a vákumból tud még működni, és utána annak is vége, mert ugye testhez kötött lét, az egy feltételhez kötött lét, és erről egy darabig elfeledkezhetünk, de nem büntetlenül. Vagy nem jutalom nélkül. Igazi kérdés az, hogy a kiégés végén mi van? Tehát, hogy berongyolsz a célba, és összeesel, de kaptál-e érmet utána? És ha igen, akkor miért? Magyarul megérte ez az egész, abba a célba érkeztél ebbe, ahova rohantál, és a jó ügyért estél-e össze, és a megfelelő módon állsz-e föl. Tehát amikor munkahelyi stresszről, vagy ilyen egzisztenciális kiégésről van szó, akkor nagyon érdekes azt látni, hogy nem tudunk, és nem is szabad egy bizonyos határon túlmenni, mert külsődlegesek a célok. Egy társaságnak a portfóliója, a teljesítménye, a profitja, esetleg a hírneve, amelyen már a legkevésbé sem szoktunk azonosulni, mint munkavállalók. Amikor a Szívszútra az ellobbanásról beszél, akkor nagyon érdekes hasonlóságot lehet a kiégés és az ellobbanás között megfigyelni, csak az egyik, a másik pedig a másik. Az ellobbanás például, amikor ugye az intenzív hét, a hetedik hét, 6 éjszakája után ott van a hetedik, és a 6 éjszaka alatt alszol jó esetben 3,5-4 órát, az utolsó éjszaka pedig semmit. Itt is fizikailag el lehet fáradni. Itt is bele lehet veszni gondolati vagy érzelmi végtelen ciklusokba. És a célja pontosan az ennek az intenzív gyakorlatnak, hogy érd el azt az ellobbanást, érd el azt a megszűnést, amely ilyenkor az élményeid, a tapasztalataid része lehet. Tehát nem csak, hogy a zöld zónán belül nem te vagy az, akinek gondolod magad, a sárga zónán túl sem vagy működésképtelen. És olyan, hogy piros zóna, az csak egy átmenet egy újabbba. De melyikbe? Ezért hangsúlyozta Sung San Zen mester annyiszor az irányvétel fogalmát. Tehát milyen motivációból, milyen irányba mész? Miért csinálod, és milyen célból? Ez egy szép tengelyt von. És amikor ez így megszületik, akkor látod azt, hogy az életed milyen irányba megy, és hogyha ebben a célban hinni tudsz, és őszinte a motivációd, akkor elképesztően sokat bírsz, sokkal többet bírsz, mint hogyha csak valami külsődleges motivummal, vagy puszta létfenntartással kellene foglalkoznod. Úgyhogy az ellobbanás egy érdekes dolog, mert akkor szűnik meg az énség, mint képzet. A kiégésnél is van egy ilyen. Kiégsz, és úgy érzed, hogy megszűnsz. De a kiégésből egy teljesen más énség születik újra, és ez a legritkábban csak a bódhiszatva én,
És az ellobbanásból valami egészen más keletkezik. Úgyhogy azért érdekes megnézni, hogy mit csinálsz, mert egy időben biztos, hogy túl fogod húzni. Ha házasság előtt, akkor házasság előtt, ha házasság után, akkor házasság után, mert építkezni kell és otthont kell teremteni. Ha gyermekszületés után, akkor azért, ha a második gyermek után, akkor meg azért. Tehát valamikor szükségszerűen el fogod hagyni azt a zónát, amit te biztonságosnak, teljesíthetőnek, saját magadnak véltél, egyszerűen azért, mert amiben hiszel, vagy akiben hiszel, az megkívánja ezt. A helyzet megkívánja, hogy te túlvezéreld magad. És mi lesz a piros zónán túl? Mivé leszel, amikor elégsz a saját oltárodon? Óriási kérdések ezek, mert hogyha a motiváció nem tiszta, és a célképzet nem világos, akkor az ember egy hatalmas, tüzes balesetként élheti ezt meg, hogy valami nagyon-nagyon elromlott, hogy valami működésképtelenné vált, hogy nem tudtam teljesíteni, hogy nincsenek megelégedve velem, és a többi. Ha pedig ez egy nagyon jól átlátott folyamat, akkor ez a realizációs praxisod része lehet, az utadnak a szerves része lehet, hogy egy olyan teljesítményt hozol ki magadból, amelyet eddig nem. És ezáltal megváltozol. Ezáltal átváltozol. Ezáltal levetted a korábbi kérgeidet. És ezáltal megszabadulsz. Hogyha egy ilyen célért tudsz ellobbanni, akkor az abban való realizáció az végtelenül magasrendű lehet. Ha pusztán túlélő, szaporodó, birtokló ösztönöket szolgálsz, akár a sajátodat, akár másokét, akkor is nemes célból teheted ezt, másokért, a családodért. Az abból való újraépülés és újraszületés az lényeges változást nem hoz. Kipihented magad, átgondoltál dolgokat, átértékelted a világot. Úgyhogy a transzcendens és a világi az a személy szintjén nem kell, hogy elkülönüljön. Nem kell, hogy másképp működj akkor, amikor zen gyakorolsz, vagy amikor a családoddal, vagy a kedveseddel vagy. De ha maga a transzcendens dimenzió hiányzik, akkor a célok lefokozódhatnak. Akkor valamit elveszítünk a szemünk elől, és akkor nem tudjuk meglátni a farakást zseblámpa nélkül. Pedig ott van az. És akkor valamire vagy valakire várunk, hogy ezt állandóan megmutassa nekünk. Úgyhogy nagyon fontos a külső és a belső egysége, fontos a fizikai és a lelki egyben látása, és az, hogy a kiégés és az ellobbanás nem ugyanaz, de a működésében nagyon sok hasonlóság van. Tehát itt akármennyire is van fizikai igénybevétel, nem a fizikai részen van a hangsúly. Tehát nem zen testnevelés van. Hanem a lelki-szellemi részen van a hangsúly, és ezért érdemes magadban nézni, magadban rendet tenni ez alatt az idő alatt, mert a legnagyobb megszűnés az a test és a lélek kapcsolatának a megszűnése, és ez mindenkit elér, aki valaha megszületett. Nem vagyunk a végtelenségig ebben a testben, ezt először nem fogjuk föl, aztán rádöbbenünk, aztán sajnáljuk, aztán elfogadjuk, és utána pedig azt mondjuk, hogy ez tényleg így van rendjén, és nehogy több száz évig ebben a járműben kelljen itten taposni a pedált. Mindenek megvan a maga természetes rendje. És ezen természetes rend szerint, hogyha élünk, akkor bele tudunk simulni azokba a folyamatokba, sőt, irányt tudunk szabni ezzel a belesimulással azoknak a folyamatoknak, amelyek fontosak nem csak nekünk, hanem másoknak is. Hogy hová megy az életünk, hogy kikkel társulunk, hogy mit cselekszünk, és mihez van bátorságunk. Úgyhogy, ha van bárkinek kérdése ez ügyben, akkor bátran tegye fel. Már lerágott csont, de én meg szeretném kérdezni, hogy egy kicsit bővebben beszélj a csend fontosságáról itt a gyakorlat során, mert szerintem az egyik legnehezebben megtartható és fenntartható szabály olyan emberek körében, akik.
ezt beszéddel nem éred el. Soha. Akármennyit gondolkodsz, csak körbe-körbe mész a sok-sok gondolattal. Ha jól gondolkodsz, akkor ezek a körök egyre szűkebbek, és egy nagyon szép vertikalitás mellett adnak egy olyan struktúrát, aminek a tetején ott van a kérdőjel, hogy mi ez, honnan jön. Honnan jönnek a gondolataink, az érzelmeink, az életünk és a halálunk. De a gondolkodás nem léphet be a gondolkodás forrásába. A gondolatoknak ezen kapunk kívül kell maradniuk. Ezért szól így a zen tanítás, ha át akarsz jutni ezen a kapun, ne engedj a gondolatnak. Úgyhogy a csend az pont azt teszi lehetővé, hogy az energiáidat befelé fordítsd, és rálásd arra, ahonnan a gondolataid, az érzelmeid, az akaratod, minden duális minőséged, és legfőképpen az én képzeted származik. Ezt a rálátást nagyon nehezen érheted el, hogyha a beszéd által állandóan újra teremted a dualisztikus mintázataidat, azokat a szokásokat, amelyek eddig is vezéreltek, amelyek eddig is takarták a valóságot. Egyébként személy között a legtöbb probléma abból származik, hogy rosszul szóltál oda. És amikor ezt észreveszed, akkor leginkább már tartózkodnál ettől, csak nem tudod visszaszippantani azt, amit kimondtál. Elnézést, bocsánatot, egyebet kérhetsz, de nem tudod meg nem történtét tenni. Úgyhogy az ilyesféle szokásoktól való tartózkodás és a másik személyre vagy személyekre való kivetítés, az mind a beszédben rejlik. Tehát, hogyha tartózkodsz a felesleges beszédtől, akkor nem teremted újra a karmádat. Hogyha nem tartózkodsz a beszédtől, állandóan kivetítesz, és még el is hiszed, amit mondasz. Első körben nem hallod meg, amit mondasz. Utána pedig el is hiszed. És ebből vannak a bajok, mert utána elvárod, hogy a másik is elhiggye. Úgyhogy, ha a beszédnek ugyanolyan relatív értelmet tulajdonítanánk, mint bármi másnak, tárgyinak, érzékszervinek ezen a földön, akkor sokkal, de sokkal józanabbul, tisztábban tudnánk élni. De láthatjuk azt, hogy a víz az ugye nem hideg, nem meleg, hanem éppen szóba hőmérsékletű. De azt nagyon ritkán látjuk be, hogy amit mondok, az nem igaz vagy hamis, csak éppen szól valamiről. Meg szól valakinek. És hogyha adott környezetben megvizsgálod, az a beszéd az igaz, és igaznak kell lennie, de egy más nézőpontból, vagy más környezetből vizsgálod meg, az értelmét veszti, vagy egyenesen hamis lesz. Tehát a beszéd relativitását és a gondolkodás relativitását azt nagyon-nagyon ritkán szoktuk elismerni, vagy elfogadni. Ez úgy indul, hogy nekem van igazam. Úgy folytatódik, hogy csak nekem van igazam, nektek pedig nincs igazatok, és hogyha ezt esetleg ellenzitek, akkor szankciókat hozok. Meg egyebek. Ezért a zen nagyon-nagyon fontos tanítással él, az ékkék és a fűzöld. Ezt az igazságot akkor láthatod igazán, ha visszatérsz a lényeghez, a nem név, nem forma, nem gondolkodás, nem elgondolható lényeghez. Ez a lényeg tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör, és ebben a tükörben látszik az igazság. Az ékkék, a fűzöld, a kocsik az úton mennek, az emberek ma kirándultak. Úgyhogy a harmadik lépés az a működés, a cselekvés. Valaki éhes, enni adsz neki, valaki szomjas, inni adsz neki. Ezek nagyon egyszerű lépések, de hogyha a lényegig nem tértem vissza, akkor a gondolkodásom és a beszédem szokásai uralmat gyakorolnak afölött, hogy hogy látom az igazságot. Tehát ha bármiféle énség van az igazság látásában, akkor az énegem az kékebb lesz, mint a tied. És nehogy azt mondd, hogy a tied ugyanolyan kék, mint az enyém, mert akkor szankciókat hozok. Tehát a működés is, tehát hogy én mindig jobban csinálom, mindig, és jobban kell, hogy csináljam, mint te vagy a másik, mert ettől vagyok én. És nem csak megteszem, vagy csak látom, csak hallom,
Tehát a lényeghez való visszatérés azért fontos, hogy az én képzetnek ez az elképesztő torzulata, amely magunkat teszi mindig a totemoszlop tetejére, magunkat tartja a legfontosabbnak, magunkat tartja a legkülönlegesebbnek, hogy ez ne álljon be, vagy ha megvolt, akkor szépen simuljon ki. És ezt hívjuk egyévválás tapasztalatnak. Na most ez az egyévválás, ez nem működik akkor, ha állandóan beszélve, fogalmakkal 2-ben, 4-ben, 8-ban, 16, 256, 510, stb. Vágjuk, szépen dualizáljuk a világot. Nagyon fontos a csend. Tartsuk is meg. Szeretném kérni a tanácsodat azzal kapcsolatban, hogy mit tegyek, hogyha azt látom, hogy az egyik meditáló társ rendkívüli módon szenved. Hogyan tudok segíteni? Többféle módon tudsz segíteni, de az egyik legfontosabb dolog az, hogy a legközelebbi sétáló meditációban vagy szünetben odamész elé, egy habcsangot csinálsz, és magaddal hívod, és a gyakorlatvezető vagy az apát figyelmét felhívod arra, hogy itt probléma van, és felajánlod azt, hogy esetleg folytassanak egy tisztázó beszélgetést erről. Viszont ezt nem szoktuk. Ezt azért nem szoktuk, mert mindenki tudja, hogy a gyakorlatvezető, az apát, az egyéb tisztségviselők elérhetők. És hogyha kell, akkor kommunikálhatnak vele. Ilyenkor az, hogy valaki szenved, az önmagában nem rossz és nem jó. Ez a szenvedés belül a lélekben nagyon komoly változásokat hozhat. És mindaddig, amíg a szenvedésben leledző ember együtt tud működni a szangával, el tudja látni önmagát, tudja követni a napirendet, nem szabad hozzányúlni ehhez a szenvedéshez, mert éppen olyan értékes, mint a megvilágosodás maga. Azért, mert a kettő nincs meg egymás nélkül. Tehát ezen a földön van szenvedés, és épp ezért van megvilágosodás azoknak, akik a Buddha természetüket keresik. Tehát amíg az illető működőképes, addig hagyni kell, hogy ez az egész had érjen belül. A kertben sem szoktunk különböző illatanyagokat szétszórni trágyázás után, hogy jaj, büdös van! Mi tudjuk, hogy milyen elképesztően jó a trágya a talajnak és később a felnövekvő növénynek. Tehát néha ez a szenvedés, amin keresztül megyünk a gyakorlat alatt, az olyan elképesztő tisztulást, termékenyülést hoz a léleknek, hogy már csak azért is az illető kitartóan keresztül megy rajta, mert már érzi, hogy valamikor vége lesz. Már érzi, hogy ennek valamikor lesz jó téteménye, megfelelő hatása. És ezért keresztül megy rajta. Úgyhogy, ha az illető működőképes, és megfelelően kölcsönhat a környezetével, akkor hagyjuk, hadd menjen ezen keresztül, ezzel nem csak a Buddha természetének a megtalálását segítjük, hanem egy alapvető tiszteletet tanúsítunk iránta, hogy méltó módon tudja viselni azt a karmát, amit idehozott. És aztán tudja átalakítani, ha már egyszer úrrá lett rajta. Ha viszont nem működőképes, hogyha nem jól hat kölcsön a környezetével, hogyha problémákat okoz, akkor viszont fel kell hívni a megfelelő illetékesek figyelmét arra, hogy ez most így nem megy, és legyenek szesek tenni valamit. Miért? Mert az ilyesféle működés, vagy működésképtelenség, az akadályozza a többi ember harcát, hogy úrrá legyen önmagán. Az ülés közbeni kéztartásról szeretnék kérdezni. Gyuri, egy kicsit tartanád, hogy meg tudjam mutatni? Köszönöm szépen. Tehát ugye ülő meditáció közben mahamudrában tartjuk a kezünket, és a tantiánra fókuszálva ülünk. Az utóbbi időben azt figyeltem meg, hogy összeszedettebb vagy koncentráltabb vagyok, hogyha a két kezem a térdeimen van, vagy legalábbis itt a comb végtér találkozásánál. Azt szeretném megkérdezni, hogy van-e valami hatása ennek a kéztartásnak a jó irányban, vagy rossz irányban.
próbáljak meg visszatérni az eredeti kéztartásunkhoz mindenáron, vagy ha most úgy érzem, hogy egy ideig ez a jobb, akkor használhatom ezt. Én megkérlek, hogy térjél vissza az eredeti kéztartáshoz. Ezzel segíted azon emberek erőfeszítését, akik ugyanezt szeretnék, és visszatérjenek az eredeti kéztartáshoz ide, csak nem tudják, hogy miért. Elmondom, hogy miért tesszük ezt. Amikor ide kiteszed térdre a kezedet, akkor előbb-utóbb szépen a karom fölfelé fog menni az energia mind a kettőn, és itt összpontosul. És ezért érezheted egy darabig összeszedettnek magadat. Ennek van egyébként egy külön mudrája, amikor a középső ujjakat a hüvelykujjakkal összerakja az illető, és leteszi így a térdére, akkor ez érezhető is, hogy szépen megy fel. Ha megfogja a térdét, akkor is csak lassabban, mert ez a két pont nincs összerakva. Viszont, ha ide összpontosul az energia, akkor a tudatod előbb-utóbb választ egy tárgyat, amivel foglalkozzon. És ez a zennek nem célja. Tehát ha van egy autód, és benne az üzemanyag, előbb-utóbb el akarsz menni valahova. Mi arra lelkesítjük az embereket, hogy nyugodtan szállj ki a járműbe. Nyugodtan. Az az autó, ez meg te. Ez a gondolkodásod, ez pedig az igazi önvalód. Ez nagyon fontos, és a technikai, energetikai elérése az ezzel a mahamudrával tűnik a legcélszerűbbnek, ezért is számos kultúrkörön keresztül láthatod ennek a használatát Tibettől Japánig, így egész végig, sőt, még bizonyos téraváda meditációkban is, Burmában például. Azért fontos ez, mert az emberi ugye, energiarendszer megértésével rájössz arra, hogy a tantien miért fontos. A köldök csakráról van szó. Ez azért fontos, mert az energetika és a tudatállapot az összefügg. Tehát ahol van energia, ott van információ is. Ahol van információ, ott van energia is. Ha uralod az energiát, azon keresztül közvetve uralod az információt. Ha uralod az információt, azon keresztül közvetve uralod az energiát is. Na most, ha ide fókuszálsz a köldök csakrára, akkor egy olyan állapotot tudsz elérni, ahol az energiád még nem differenciálódott, tehát a tudatod nem hozta még létre az érzelmeket, a beszédet, a fogalmi gondolkodást. Erre azért van szükség, hogy ez a pont számodra valósággá váljon, tapasztalhatóvá váljon. Ha állandóan ezekkel a szűrőkkel vagyunk elfoglalva, ezeknek a moduloknak a terméseivel vagyunk elfoglalva, ezeknek a csakráknak a termékeivel lennénk elfoglalva, akkor állandóan csak a terméket látnánk, és nem a gyárat, nem a forrást, ahonnan ezek jönnek. Úgyhogy azért tisztítjuk le a tükröt, és azért fókuszálunk ide a tantienre légzéssel, kéztartással, hogy ezt az eredeti tudatállapotot meg tudjuk tapasztalni. Úgyhogy, ha osztatlan az energia, akkor osztatlan a tudat is. Ha osztatlan a tudat, akkor osztatlan az energia is. És ha valakinek nagyon sok gondolata, érzelme és egyebe lenne, akkor egy kis leboruló gyakorlatot javaslunk. Még a napi sokszor hármon kívül, akár többször 108-at is, és akkor az jót tesz. Beindítja ezt az energiakört, ami az embert jellemzi, test és tudat együttműködését jellemzi, és ez olyan, mint egyfajta tisztító vízsugár, és szépen lepucolja magát az ember vele. Köszönöm. Elképzelhető, hogy ez most az előttem álló feladatok, diplomamunka, záróvizsga, államvizsga miatt érezhetem? Is. Elképzelhető. Meg van egyfajta kényelemfaktor is. Tehát amikor az ember a térdére teszi a kezét, az úgy megtámaszkodik. Az úgy nem jól esik. Nem ezt eddig. Ez tényleg az elmúlt, a közelmúlt, elmúlt néhány hét vagy hónap. Ó, hát annyiféle érzés jön és megy az elmúlt csak másfél hétben, nem vagy másfél hónapban, hogyha ahhoz mind kéztartást rendelnénk, hát az összes bódhiszatva tartás nem lenne elég. Van Koreában, Tibetben is, egy 1000 szemet és kezet ábrázoló kanszenbosszál, és mindegyik kézben vagy egy mudra van, vagy egy tárgy van, vagy pedig egy szem van rajta, vagy egy szótag van rajta, elképesztő.
Na, ezek nem lennének elegek a mai felgyorsult világban, hogy az elmúlt másfél hónap tudatállapotait szépen jellemezzék. Úgyhogy az alaphoz térjünk vissza, az eredeti tudathoz térjünk vissza, amelyhez egy eredeti osztatlan energiállapot is tartozik. És ez egyébként nagyon könnyű, ezt meg lehet szokni. Tehát remélem senki nem próbálja meg fölemelni válból, könnyékből, mert az teljesen felesleges erőfeszítés. Nyugodtan engedd le a combodra, húzd be ide az alhashoz, és ott szépen az megvan a ficakban, semmi gond. A kéztartás után a lábtartást hadd kérdezzem meg. Hát, hogy azután mi következik, arra vagyok kíváncsi, igen? A lábtartásnál én nekem a használt szalagok rövidsége miatt szejzába tudok ülni. Az, hogy most már így nyugodtan el vagyok, ez a sok gyakorlás. De van-e jelentősége a szejzának, vagy a félútusznak, vagy az ilyen törökülésnek? Nincs. Nincs. Innen csípőtől fölfelé van igazából nagy jelentősége. Most nem fogunk belemenni a különböző másodlagos csatornák nyitottságába, zártságába, fél lótusz, egész lótusz szejze ügyében. Ettől most megkíméljük a hallgatóságot, és arra fókuszálunk, ami fontos. Innen csípőtől lefele, hogy a lábad az hogy áll, teljesen mindegy. Az nem mindegy, hogy a tudatod hogy áll. Tehát, hogy az itt van-e, vagy pedig állandóan elmászkál. És ez nagyon fontos, mert hogyha elmászkáló tudatot gyakorlunk a meditációt, akkor nem tudunk pihenni. A szó igazi mentális értelmében, nem pedig ilyen Hawaii holiday értelemben. Ne minősítsük annyira fizikai oldalról a meditációt, hanem próbáljunk meg mentálisan a helyünkön lenni, és elérni tényleg azt a tiszta, tükörszerű tudatot, amelyet az interjú szobában hirtelen működésbe hozol, és nem tudod mitől, de működik. Mert válaszol. És pont ez a nem tudható, ez működik. Ez a nem tudható, tapasztalható. Ha állandóan tudsz, akkor csak a gondolataidat tapasztalod. Ha visszatérsz a nem tudhatóba, akkor azoknak a forrását és enyészetét tapasztalod. Az alfa és az omega az ugyanaz a pont. Csak nem mozgolódjál, azt kész. Úgy teheted a lábadat, ahogy akarod. Oké? Okay? Az elfogyasztott ételek mennyiségéről szeretnék kérdezni, hogy próbáljunk törekedni arra, hogy minél kevesebbet, vagy azért legyen ez valamennyire balanszban, hogy az így hogy függ össze a gyakorlással. Boldogult apám egyik fontos kérdését szeretném idézni. Mi az elég? Tudd, fiam, hogy mi az elég. És ezt azután mondta, hogy 10x évesen sikerült háromszor venni az aznapi vacsorából, és késő este adást rendeztem a mellékhelyiségben. Nagy, fehér csészében, mikrofonnal, úgy. Szóval, amikor az ember nem tudja, hogy mi az elég, akkor van probléma. Az, hogy a fizikumodnak mennyi ételre van szüksége ahhoz, hogy éppen jól működjön, az teljesen egyéni. Tághatárok között. Tehát van, akinek nagyon kevés elég, van, akinek több kell, van, aki nagyon lebontja, van, aki fölrakja, tartalékolja. Ez már egyéni pszichofizikum. De mi az elég? És ne akard se teljesen teletölteni magadat, mert tudod, hogy a jól lakottság érzése is rendkívül relatív. Az egy hatalmas anakronizmus, hogy kb. 20 percig tart a gyomornak észrevenni, hogy jól lakott. És mi sokkal hamarabb akarjuk megtölteni különböző földi javakkal, eltelik a 20 perc, és szét akar szakadni. Mert akkorra így az idegrendszer realizálta, hogy na, mi történt? Hanyadik zserbó volt. Az alulvezérelt se jó, mert akkor viszont állandóan fölmegy az energia fejbe, állandóan ilyen legyöngült ugye, tudat van, és nagyon sok gondolkodás. Úgyhogy a középút az a jó itt is. A középút pedig az elégségessel rokon, sőt. Ez a közös tudatunkra az intuíció, illetve az a szavak nélküli együttcselekvés egy lépés ennek a megértésére, mármint a közös tudatnak a megértésére. Megtapasztalására, mert megérteni azt nem fogod soha. Igen, rosszul fogalmaztam. Tehát a megtapasztalására ez, erről egy kicsit mesélni, vagy beszélni le. Következő kérdés. A jó pár évig ugye a csíkunk mellett a leginkább az összpontosítást, a szamátit gyakoroltam. Nagyon hosszan órákat tudtam teljesen békés csendben meditálni, de úgy éreztem, hogy valami hiányzik. Aztán elkezdtem a vipasszanát, és ott már nem tudtam ilyen hosszú gyakorlatokat, de valahogy egy csomó bölcsességre rájöttem.
És azóta érzem azt, egy picit vívódok a kettő között, hogy azt érzem, hogy amióta a vipasszanát, és inkább rövidebb, de olyan életszagúbb meditációim vannak, vagy gyakorlatok, a hétköznapokban is úgy érzem, hogy valahogy emberibb lettem, tehát hogy olyan talán jobban érzem magam, addig, mintha egy ilyen technikázás lett volna, tehát voltak lehet különleges képességeim, vagy ilyen, tényleg nagyon sokat kibírtam, erőfeszítéssel minden, és akkor itt a kettő között keresem, hogy hol, tehát hogy valahol a középutat összefonni, vagy hol van a helyes gyakorlás. Én nem viszonyítanám sem a szamádi gyakorlatot, sem a vipasszánát egymáshoz, főleg nem zen szemszögből. Tehát képzeld el, hogy egy olasz étterem szakácsa egy kambodzsai és egy japán konyháról szeretne véleményt mondani. Biztos, hogy nem lenne helyes, még hogyha az adott szakács jól főz, akkor sem. Én azt javaslom, hogy tapasztald meg az zen gyakorlat lényegét, és nézd meg, hogy az mennyire segít neked. És az zen gyakorlat lényege az, hogy hogyan működünk együtt, az például a koan interjúknál nagyon-nagyon jó tapasztalható. Tehát egy elképesztően erős teszt az, amikor valaki bejön, és a paradoxal, a megmagyarázhatatlannal szembesül, amit nem tudhat, de cselekedhet. Nem magyarázhat meg, de tapasztalhat. És megnézzük azt, hogy ilyen módon hogyan tudjuk ezt a nem dualisztikus tiszta tudatot megtapasztalni. Ilyen módon hogyan tudunk paradoxonokkal szembesülni. Ilyen módon hogyan tudjuk megoldani azt, amiről azt gondoltuk korábban, hogy megoldhatatlan. Tehát amikor ezeken a zónákon átlendülünk, amikor ezeket a határokat meghaladjuk, akkor egész más élményben van részünk, mint mondjuk más technikákkal. Ezek a technikák és iskolák önmagukban nem jók, nem rosszak, nem hasznosak és nem haszontalanok. Ez is nagyon szép a hagyományon belül, hogy az üresség természet az mindenre és mindenkire igaz. De hogy neked pontosan melyik hagyomány mit nyújt, milyen feladatok elé állít, mi az, amit leszed belőled, mi az, amit ad, mi az, amit megmutat, az már mindenkinek egyéni karma kérdése. Tehát az a jó, hogy annyiféle hagyomány van, és a hagyományokon belül annyiféle változat, mert valahol mindenki talál számára megfelelőt, ha elég ideig keres. És azt mondja, hogy na, ez az enyém. Nekem tényleg ez kell, mert ez a tanító, ez a tanítás, ez a közösség, ez igen. Itt érzem azt, hogy elvállalom azt a sok mindent, amit esetleg nem szeretek, azért, ami tényleg fontos, és tényleg szeretem, és tényleg kell. Úgyhogy nézd meg, hogy a zen mit jelent neked. Nézd meg, hogy a koan gyakorlat mit hoz. Nézd meg, hogy az éneklés milyen energiát jelent. Az ülés milyen tudatállapotot hoz. Úgyhogy amikor ezek így elkezdenek beérni pár hónap, pár év alatt, akkor az embernek van valami, amit ugye számításba vehet. Egyébként sokkal rövidebb ismerkedés idején is, ugye az embernek az intuitív belső kis jelzőrendszere az már úgy mondja, hogy igen, menjek legközelebb, ne menjek legközelebb. És hogyha azt mondja, hogy jöjjön legközelebb, akkor azt nem szabad racionális tudattal vagy érzelmi komplexusokkal fölülírni, hogy ó, pedig azt gondoltam, hogy aztán, vagy mert hát én azt úgy éreztem, hogy. Tehát az értelmi és érzelmi szűrőket, hogyha az ember félre tudja tenni, akkor valami nagyon tiszta megjelenik. És akkor ez egy ilyen világos, halk, minden ellentmondást tűrő impulzus. És akármilyen ellentmondás van, visszaáll ugyanarra, ugyanoda. Ha hallgatsz rá, hallgatsz rá. Ha nem hallgatsz rá, akkor nem hallgatsz. Akkor mész még egy kört. Semmi baj. Úgyhogy nézd meg, hogy tényleg mi az, amiben a szíveddel, a lelkeddel bele tudsz simulni, és ami elég kihívást és elég eredményt jelent. Úgyhogy minden hagyománynak azt érzem, hogy meg lehet ismerni a lényegi elemeit, és ezen ismeretek alapján lehet dönteni, hogy melyik legyen az alfa. Mert a hierarchiában kell egy vezérvonal. Ezt hívjuk eredeti tanítónak, alaphagyománynak és egy elsődleges szangának. Miért? Mert válsághelyzetben az ember nem tud egyszerre több felé nyúlni. A válsághelyzet azért válsághelyzet, mert egy és egyetlen egy megoldás van ott és akkor és annak a személynek. Ahhoz kell egy olyan dolog, hogy tudod, hogy ki az alfa,
és mi az alfa. És az összes többi, ez lehet béta, gamma, stb. Semmi gond. Csak tudjuk azt, hogy ha nagy baj van, kit hívunk föl először. Ha nagyon nagy rendetlenség van belül, milyen gyakorlatot csinálunk, melyik mantrát húzzuk elő, akkor nincs itt a gondolkodni, méricskélni, akkor azt meg kell csinálni. Na, ehhez kell egy olyan tapasztalat, egy olyan eszközrendszer, amelyik akkor is működik, ha én, mint személy romhalmaz vagyok. És teljes válságban, és teljes szétesettségben. És akkor egy mozdulat, ha akkor van mit használni, van kihez szólni, akkor meg tudom menteni magam, ha nem, akkor hosszú távú segítségre szorulhatok. Na ezért fontos az, hogy belül legyen egy korrekt hierarchia, szellemi hierarchia, és akkor pontosan tudod, hogy mit kell tenned. Jó? Tegnap, amikor sétáltam errefelé, a kerektavi büfé mellett belefutottam életem első élő disznóvágásába. Nagyon megdöbbentő volt. Tehát még élt a disznó, de akkor vágták le? Mármint a folyamat, hát a folyamat volt élő. Csinálták. Te tényleg Magyarországon születtél? Tehát igen. Biztos? És ennyire igen. Voltál zárva ettől egy jó nem, kis disznótoros kultúrától? Az a helyzet, hogy még csak azt sem tudom mondani, mert gyerekkoromban a szomszédunk, Gödöllőn voltam nagy gyerek, a szomszédunkban rendszeresen vágtak, és végig hallgattam. De ezek ilyen téli hajnalok voltak, és nem láttam. Értelek, értelek. Tehát élőben soha nem láttam. Itt most viszont nem szeretném részletezni, már nem volt meg szegénykének a feje, de még úgy egészben volt a teste. Beszédbe elegyedtem egy fiatal emberrel, aki ott szintén sertepert élt a disznóvágó társaság mellett, és azt mondta, és erről szeretnélek kérdezni, hogy azt mondta, hogy alapvetően a disznó tehet arról, hogy megölték, mert ő született újjá disznóként. Ez egy buddhista hentes volt? Vagy hogy? Nem ő volt a hentes, ő csak úgy ott volt ezzel a társasággal. De... Van egy olyan képződmény, aki ennyire jól ismeri a reinkarnáció törvényét, látszólag, és így beletraffál fejjel előre egy disznóvágásba, így jó mélyen. Ez pontosan így történt. Hát akkor nagyon egyszerűen lehet erre a kérdésre válaszolni, hogy édes szívem, most nem a disznóval kéne foglalkozni, mert az már halott, hanem inkább veled, mert te még élsz, és táplálkozol ennek a disznónak a húsából. Hogyha holnap meghalsz, akkor hogyan fogsz újra születni? Ezzel kéne inkább foglalkozni, és nem azért, hogy a disznóval ugye ne legyünk együttérzők, de ő már elvégezte a dolgát. Az az illető, aki viszont ebbe úgy tényleg úgy jól becsatlakozik, az viszont milyen karmát hoz létre. És erről én nagyon-nagyon sokat tudnék mesélni, ugyanis családunknak az apai ága az rendelkezett némi disznóvágó karmával, tehát azt mondja, hogy 6-7 éves voltam először, amikor úgy lecipeltek egy ilyenre. Az anyai ágnak is volt egy ilyen oldalága, amelyik nem volt vegetáriánus, és ott is sikerült, tehát olyan 15-16 éves korom még ilyen évi rendszerességgel, különböző vidéki helyszíneken. És az az atmoszféra, ami ott volt, és az a légkör, azok a szagok, azok a megszólalások, azok az emberek, tehát mindenki, aki úgy ebben jó kis magyar valóságban, Dél-Magyarországtól Észak-Magyarországig, egy teljes vertikumban, ott volt és megmutatkozott, az annyira természetesnek tűnt akkor, semmi bajom nem volt vele, kivéve amikor meggyilkolták a disznót, mert akkor én kisgyerekként befogtam a fülemet, és elrohantam, és amikor már ugye a kolbász illat, meg a hurka, meg a sültvér, hagymásvér, nem akárhogy hagymásvér, ilyenek voltak, akkor én azt egész normálisan meg tudtam menni. Egyébként tudod, miért nem volt a feje meg a disznónak? Egyrészt marha rosszul néz ki, mert akkor még egy élő lényt, de akkor már nem hús, hanem még egy élő lény benyomását keltem, még hogy függ. És a fejét nagyon hamar le kell róla választani, mert délre abból lesz az orjaleves. És azt egész sokáig kell főzni. Oké? Agyat ki kell venni, meg ilyenek, azt külön, jó? Tehát nem kell itten különböző filmsorozatokkal szórakoztatnod magadat, hogy te különböző horrorfilmeket nézzél.
elég egy jó kis magyar disznóvágás, azt abban minden benne van. Tehát ez azért érdekes, mert teljesen természetesnek tudtam fölfogni, egész addig, amíg rá nem kellett jönnöm, hogy miért van olyan bőrproblémám, amilyen, miért vagyok olyan fáradékony, amilyen, miért nem érzem jól magam nagyon sokszor reggelente, és ezek mind összefüggésben voltak ezzel. Érzelmi, mélytudati részéről most nem is beszélek. És amikor fordult a kocka, és 19 évesen azt mondtam, hogy köszönjük, ebből elég volt, és akkor full vegetáns, ugye, hogy van, egyszerűen, mint egy más univerzumba kerülnél. Tehát teljesen így elmegy előtted az egész, és nemhogy nem akarsz belenyúlni, közel ne jöjjön. És ez nem egy ilyen flip, hogy most a kis buddhista kenettel most megkentük, és akkor most rossz lett az illata. Az illata olyan lett, amilyen, csak nem mozdulsz rá. Nem akarod már megragadni. Egy idegen világnak. Idegen lett, mert kivontad az energiáidat belőle, már nem szereted, nem akarod, és kész. Viszont a legfontosabb az, hogy ne ítélj azok fölött, akik még benne vannak. Tehát én láttam olyan, két ilyen gíznyavékony vegán beszédült a koreai kultúrközpontba, átvették a stafétát a teaszertartás alatt. Na, azt hiszem, hogy aki ott nem volt vegán, az biztos, hogy a pokóra jutott. Tehát az teljesen. Úgyhogy vigyázzunk azzal, hogy attól, hogy mi már döntöttünk valahogy, nehogy ilyen rusnya nagy ítéletalkotó tudatot fejlesszünk ki azért, mert mi rohanunk a nirvánába, ők meg ugye még ott disznó vágnak, tehát azért vigyázzunk ezzel. Jó? De ugyanehhez kapcsolódik, hogy a gyerekeknek sincs szüksége arra, hogy húst tegyenek. Megint csak vércsoport és egyéni karma kérdése. Tehát van olyan nullás vércsoportú gyerek, hogy meg őrülnek, hogyha nem kapnak valami húst. Ilyenkor a szabály az, hogy minél kevésbé legyen vörös hús. A pulyka az félvörös. Hiába csirke, de mégis vörös húsnak lehet mondani. Hogyha hús kell neki, akkor a lehető legalacsonyabb tudatszintről sajátítsák el azt a húst, és minél vörösebb és minél intelligensebb, például mint disznó, biológiailag annál közelebb van az emberhez, és annál toxikusabb. Úgyhogy ezzel azért vigyázzunk. Annál keményebbek az érzelmi és hormonás karmák, amiket a húsevés által úgy magunkba gyömöszölünk, például a dű, meg az utálat, meg az ilyenek, meg a bosszúvágy, hasonló. Úgyhogy azt nagyon el tudjuk képzelni, milyen, amikor te becsomagolsz valamit, feladod a postán, feladó készhez veszi, kibontja, és amit küldte, az ott van benne, és jaj, milyen szép könyvet kaptam. Azt nehezen tudjuk elképzelni, hogy szerencsétlen állat, amikor levágják, meg amikor néha már tenyésztik is, elképesztő traumáknak van kitéve, rettenetes mennyiségű hormont hoz létre azért, mert szenved. Ez a hormon benne van a húsban, és kódolódik szépen a sejtek, szövetek szintjén. Utána ezt a húst szépen elkészítik, csomagolják, te megveszed, kibontod, elkészíted, megeszed, és ugyanezeket az üzeneteket belül szépen észhez kapod, dekódolod, és a tudatod is változik. Hát jó étvágyat kívánok! Tehát ez azért fontos, mert ha itt az ok és okozatot nézzük, akkor ez brutálisan működik. Ha tetszik, ha nem. Mindent ki lehet tisztítani. Csak milyen áron? Minden, ami keletkezett, elmúlik. De mikor? Tehát, ha egy gyereknek húsra van szüksége, mert nincs meg anélkül, akkor a lehető legtisztábban kell ezt végrehajtani. És amikor eljön az idő, hogy látod, hogy a test mondjuk már felnőtt, 16-18 éves körül, akkor már lassul egy kicsit a növekedés, akkor el lehet kezdeni esetleg tanítani, de csak ha érdekli, mert megint csak nem az a legfontosabb, hogy mi megy be, hanem az, hogy gondolatban, érzelemben, cselekedetben, beszédben mi jön ki belőled. És találsz gyönyörű, fantasztikus húsevő tibeti lámákat. És olyan elképesztőek, hogy kész, tehát jön belőlük a fény így vödörrel, és közben pedig eszik a húsimusit. Téraváda ugyanez. Tehát nagyon sok szerzetes, és legfőbb példa a Buddha, amit felajánlottak neki abban a szép kis szilkében, azt tették. És hogyha húst tettek bele, akkor hús lett, és kész. És ez főleg a Mahajánával jött elő, hogy akkor vegyük komolyan a nem ölés, vagy az ahimsza fogalmát, és a fogadalmát, és akkor lehetőleg az állatok ölésétől is tartózkodjunk. Buddha idejében volt egy szabály, hogyha az állatot nem a te kedvedért ölték meg, akkor elfogadhattad a húsát. Így képzeld el. Úgyhogy megvan ennek is a módja, de vigyázzunk nagyon. Főleg ezekkel a
modern huncutságokkal. Az 5 fogadalomról szeretnék, illetve 8 fogadalomról kérdezni. Gyakorlatilag most találkoztam itt ezzel a gondolattal, hogy legyünk tisztában azzal, hogy mikor zártak és mikor nyitottak a fogadalmak, és erről szeretnék kérdezni, hogy gyakorlatban a 8-ról nem nyilatkoznék, mert az téraváda csak. Az 5-ről szeretnék, meg mondjuk a 10-ről, ami novícius per novícia a Mahajánában. De ugyanúgy igaz ez a zen szemléletben a kb. 250 bikú és 500 bikuni fogadalomra. Tehát a fogadalmakat lehet sokféleképpen szemlélni. A téravádában ezek abszolút értékűek, tehát ezek le vannak csavarozva. Lásd Visuddhi Magga, Buddha Gósa, ők ezt nagyon-nagyon kidolgozták 1500 évvel a Buddha után. Egy ilyen vastag könyvben leírták az elképesztően erős definícióit ezeknek a fogadalmaknak, és a mai napig a téravádinok ehhez tartják magukat. A Mahajánában a test helyett a lélekre helyezték a hangsúlyt, és azt mondják, hogy ha a lélek belül megszegi a fogadalmakat, akkor is megvan szegve, hogyha ez kívül a testtel nem történik meg. De ugyanolyan könnyű javítani is. Tehát, hogyha belül te egy elhatározást teszel, hogy ez helytelen volt, ezt te így nem akarod többet, újra megfogadod, hogy ez nem így lesz, akkor újra, esetleg egy külső szertartással, de restaurálod az úgynevezett fogadalomtestet, azt a fajta lelki tartást, amivel ezt a fogadalmat követed. Az ennél egészen más a helyzet, ott az van, hogy ha saját magadért tartod meg, akkor is megszegted. Tehát van, aki ilyen tökéletességet akar magából gyártani, hogy ő legyen a nagy vinaja mester, és akkor ő lesz a nagy éntelen. Ő lesz a fogadalmak nagy megtartója. Na most ebből lehet néha olyan visszásságokat felfedezni, hogy csak na. Ha másokért szeged meg, akkor az például rendben van. Nemrég voltak ugye ezek a szörnyűséges események Párizsban. Ha akkor valaki a lövöldöző terroristákat leteríti, nem hinném, hogy bárki azt mondta volna rá, hogy bűnös. Emberéletek százait menthette volna meg az az ember, aki ezeket a terroristákat kiiktatja, és harcképtelenné teszi. És hogyha ezt úgy teszi, hogy az életüket elveszi, mert másképp nem ment, akkor ez önvédelemnek minősül, vagy a társadalom védelmének minősül. A zen relativizálja ezeket a fogalmakat, de nem teszi semmi módon felmenthetővé az embert a következmények alól. Tehát ha megtartod, miért tartod meg? Ha megszeged, miért szeged meg? Ha magadért, akkor biztos, hogy buktál. Ha másokért, és tényleg nem volt benne hátsó szándék, akkor 100%-ig bodhiszattva módjára tudtál cselekedni. Ez a legveszélyesebb. Itt tényleg csak rajtad múlik. Nincsenek úgy lecsavarozva a dolgok, és abszolutizálva, hogy neked nagyon szilárd kapaszkodói legyenek. Ebben a világban el lehet tájékozódni úgy, hogy nincs állandó külső támasz. Csak meg kell tanulni arra az egyszerűre és tisztára támaszkodni, amely mindig megmutatja azt, hogy most megtarthatod, vagy megszegheted. Pár alapszabály. Ha gondolkodni kell róla, akkor inkább tartsd meg. Mert ha már gondolkodsz, akkor már valami gubanc van. Ha teljesen spontán, ösztönösen a pillanatban nagyon helyesen tudsz dönteni, akkor visszanézed, hogy hú, ezt most éppen nem tartottam meg, de lásd, mi lett az eredménye. Úgyhogy ezek az eredmények önmagukért beszélnek, és nem tehetők meg nem történté. Ezek az eredmények nagyon jól mutatják, hogy pontosan mit csináltál, és ezzel szembe kell tudni nézni. Az ember nagyon gyakran elvakítja magát, hogy persze, most ezt csak másokért csinálom. Csak is másokért. És én, hát én nem is vagyok benne. Na akkor aztán, boom! Nem csak a másikat adja a fal, hanem már az elsőt is. És ez a saját énségünknek a fal, amikor rájöttünk, hogy de igen, szépen belecsempésztük magunkat, szépen akartunk valamit, ottan elrejtettük a magunk is önös motivációját, és akkor egyszer csak ránk omlott az egész. Az ilyesféle közelítés az egy nagyon komoly szembenézés és nagyon nagy letisztulás, és talán azért, mert itt engeded magad hibázni. Tehát törekszel, de hogyha hibázol, az is a tiéd. Ugyanis itt a szellemi autonómiádról és a szellemi felnövekvésről van szó. És minél jobban kapaszkodik az ember a külsődleges
támasznak látszó dolgok, például az írásokba, például valamiféle dogmatikába, például egy gurúnak az abszolút értékűnek kikiáltott kijelentéseibe, például egy csoport abszolút értékűnek kikiáltott működésébe. Tehát mind a Buddha, a Dharma és a Sangha szintjén lehet dogmatizálni, abszolutizálni az egészet. Minél inkább kapaszkodsz bele, annál jobban megbénulsz. És annál kevésbé tudsz járni az úton. Annál kevésbé tudsz fölnőni. Annál kevésbé tudsz szembenézni a saját ellentmondásaiddal. Annál inkább csak fél elemben vagy, mert nem mersz egész elemedben lenni, mert nem mersz már rálátni arra, amit tiltanak kívülről. Azt hiszem, hogy ez a szellemi felnövekvés az egyik legnehezebb dolog, amely semmi módon nem jön ingyen, semmi módon nincs hozzá használati utasítás, csak tanítás, iránymutatás és egy olyasféle hozzáállás, amelyik meghajol, amelyik képes szembenézni, képes megújulni, és képes az erő mellé alázatot tanúsítani, és az alázat mellett erősnek lenni. És akkor fel tudunk nőni, akkor fel tudunk ébredni. De ha azt gondoljuk, hogy ez bárhol abszolút értékűen le van írva, ki van mondva, meg van teremtve, és csak azt kell robotszerűen követni, akkor valami nagyon komoly hibát vétünk, a legnagyobb hibát, és nagyon gyakran észre se vesszük. Csak amikor ez a robotszerű, abszolutizált rendszer nem működik, akkor vesszük észre, hogy valami óriási probléma van, és aminek akár jó hiszemben a rabjai voltunk sokáig, az adott válsághelyzetben nem segít. A Zen pedig nemhogy nem takarja el ezeket a válsághelyzeteket, hanem meg is teremti. Ezt hívjuk a Koan interjúk paradoxonjainak, megválaszolatlanságának, a belső küzdelemnek, hogy most rávágjam az ajtót, vagy ne vágjam, visszajöjjek, vagy ne, összetörjek-e valamit, vagy se, sírjak-e, vagy nevessek, vagy valami harmadik. Ez a lélek belső válságait és megoldatlanságait maximálisan a felszínre hozza. És ettől leszünk felnőttek, hogy ezeket meglátjuk, ezeken túljutunk, ezeknek az energiáját másképp használjuk, mint eddig, feloldjuk az énség korlátait, de megismerjük a saját határainkat. Úgyhogy ezért érdemes felnőni szellemileg, akármibe kerül. És ez a magatartás lesz aztán természetesen együttérző és írások nélkül bölcs. Úgyhogy megköszönöm mindenkinek azt a gyakorlatot, amit együtt végzünk, azt az erőfeszítést, amit együtt teszünk, az, hogy képesek vagyunk feladni a véleményeinket és tudomásul venni a tényeket, hogy helyesen viszonyulunk egymáshoz és megfelelően segítjük egymást, legyen az itt a darmateremben, a konyhában, az irodában, egyéb munkahelyeken, azért, hogy egy tisztább tudattal, egy tisztább lélekkel legyünk itt, és távozzunk innen, azért, hogy visszatérhessünk ismét, és együtt gyakorolhassunk ismét. Ezzel el tudjuk érni a felébredést, és meg tudunk szabadítani minden lényt a szenvedéstől. Köszönöm szépen!